Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jela Jászmin Grace vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Gazdasági kilátások 2023-ban, tovább emelkedik az infláció az első fél évben. Segítség a családoknak, a több generációs ingatlanokban lakók élhetnek a támogatással. 20 év börtön a dílereknek, Hollandiából csempészték a drogokat. Farsangi névszokások, vidám lakodalmak, bálok, mulatságok jellemezték ezt az időszakot. Jelentős drágulás a boltokban, egekben az energiaárak, és háború dúl a szomszédos országban. Fischer Sándor, a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara elnöke szerint 2023 második felében az inflációnak mérséklődnie kell, mert csak így állhat helyre a magyar gazdaság. Szakemberek szerint 2023 első felére sem túl kecsegtetőek a kilátások Magyarországon. A gazdaságban a legnehezebb helyzetben jelenleg a mikro- és kisvállalkozások vannak, ezért a kormány különböző támogatásokkal segíti, például a hentes üzleteket, vagy éppen a kisboltokat. Fischer Sándor, a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara elnöke elmondta, hogy az infláció 2022-ben általánosságban nagyjából 13-15% volt hazánkban. A szakértők idén is hasonló számot jósolnak. Azonban, ami a lakosságot jobban érinti, az élelmiszeriparban egyes termékeknél már a 20%-os áremelkedés figyelhető meg. Ez nagyon magas. Szakértők szerint az inflációban nálunk a legmagasabb, az Európai Unióban és világviszonylatban is az első 10 között vagyunk, ez se tartható fent sokáig, az inflációt is csökkenteni kell. Ez fontos feladat, mert ugye ez is nagy mértékben érinti a lakosság széles rétegét. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara állása az, hogy el kell kezdeni kivezetni az élelmiszer árstoppot, ugyanis az intézkedés nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, és egyre nehezebb helyzetbe kényszeríti a vállalkozásokat és a lakosságot egyaránt. A vállalkozóknak gyakorlatilag a beszerzői árnál alacsonyabban kell adniuk az árstoppos termékeket. Hosszabb távon nem tartható fent, hogy a vállalkozó, a kereskedő alacsonyabb áron adja el a lakosság felé azokat a termékeket, amit beszerez. Ez egyértelmű, ugye a vállalkozás tönkretételéhez vezethet. A nagyobb vállalatok ezt úgy ellensúlyozták, hogy a többi termék árát megemelték, azonban a mikrovállalkozásoknak erre nincs lehetőségük, aminek következtében az elmúlt időszakban több mint 1000 kis cégnek kellett bezárnia. Fischer Sándor szerint 2023 második felében az inflációnak mérséklődnie kell, erre már több javaslatot is tett az iparkamara, ugyanis csak így állhat helyre a magyar gazdaság. Január 12-én utalják a 15%-kal megemelt nyugdíjakat, közölte a kormány szóvivő. Szentkirályi Alexandra azt mondta, egy átlag nyugdíj esetében a 15%-os emelés havonta 27 000, évente 353 000 forintot jelent. Nem szabad elfelejteni, hívta fel a figyelmet, hogy az emelés a 13. havi nyugdíjat is érinti. A 15%-os emelés az idénre becsült inflációt követi, és természetesen nem csak az öregségi nyugdíjakra, hanem a nyugdíjszerű ellátásokra is vonatkozik. Sajnos az infláció magas, és ennél magasabb is lehet a káros brüsszeli szankciók miatt. A szankciók ugyanis emelik az energiaárakat, az élelmiszerárakat, és mindezzel együtt az inflációt is. A mostani nyugdíjemeléssel a kormány védi a nyugdíjasokat, és ha a szankciós infláció a becsültnél magasabb lenne, akkor majd az idei év során is nyugdíj kiegészítésre lehet szükség, ahogy az tavaly is volt. Az Agrárminisztérium által életre hívott országfásítási program lehetőséget nyújt a kistelepülések zöldítésére, népszerűsíti az erdőtelepítési támogatásokat, mindezzel pedig hozzájárul a kormány céljához, hogy 2030-ra 27%-ra nőjön Magyarország fával borított területeinek aránya. Az első két ütemben több mint 1350 településen összesen 36 000 sorfát ültettek el. Január 10-től pedig már regisztrálhatnak a program harmadik ütemébe a települések.
2023 tavaszán és őszén további 10 000 darab sorfát ültethetnek el a 10 000 fő lélekszámúnál kisebb települések. A klímaváltozást és az eltérő helyi viszonyokat is jól tűrő 13 fajból minimum 10, maximum 30 sorfát választhatnak a készlet erejéig. Könnyítettek a több generációs családi házakra vonatkozó gázárkedvezmény igénybevételéhez szükséges pályázati rendszeren. Szekszárdon ez legalább 50 családnak jelenthet segítséget. Tavaly szeptemberben lépett hatályba az a kormányrendelet, ami lehetővé tette, hogy a több generációs családi házakban élők külön lakásonként számolják el a gázfogyasztásukat. Ezzel egy-egy ilyen közösség jóval több olcsó energiához juthat. A kezdeményezéshez Szekszárdon eddig 200-an próbáltak csatlakozni. Több mint 50 kérelmet viszont el kellett utasítani, mert nem feleltek meg az ingatlanok az elvárt követelményeknek. Most viszont könnyítést vezettek be, ezért érdemes újra átnézni a kiírást és adott esetben pályázni. Ilyen például az egyik, hogy nem kell ezeknek a lakásrendeltetési egységeknek külön bejárattal rendelkezniük. De ugyanilyen könnyítés, hogy például a műszaki megoszthatóságot sem kell vizsgálni, tehát hogyha az egyik lakásból átjárhatóság van a másikba, akár egy ajtóval, korábban ez is az elutasításnak az oka volt több esetben, most már ezt sem kell vizsgálni. Tehát jóval könnyebbek, lazábbak most már a feltételek. Érdemes tehát utána nézni a feltételeknek, majd szekszárdi jegyzőjének címezve beadni a kérelmet. Új kérelmet kell beadni a jegyzőhöz, tehát a polgármesteri hivatalba. 8 napon belül a hivatal helyszíni szemle során meggyőződik a valóságban is a lakások állapotáról, körülményekről, és kiadja az igazolást, hogyha alkalmas. Szekszárdon tehát a korábbi tapasztalatok alapján a könnyítés legalább 50 családnak jelenthet komoly segítséget. 1943. január 12-e a magyar hadtörténet egyik legsötétebb napja. 80 évvel ezelőtt a Donkanyarban a jelentős létszámfölénnyel bíró, jól felszerelt szovjet vörös hadsereg támadásba lendült, így a 250 000 fős második magyar hadsereg kötelékéhez tartozó katonák, munkaszolgálatosok közül megközelítőleg 130 000 estek el, sebesültek meg vagy kerültek fogságba. Ezen a napon Szekszárdon is rájuk emlékeznek. Január 12-én csütörtökön hagyományos helyszínen a Vosinszky-Mór megyei múzeum melletti II. Világháborús emlékműnél zajlik az emlékünnepség, ahol az egyházak és a város képviselői mellett a Tolna megyei hagyományőrző szervezetek és sok más civil szervezet is elhelyezi a koszorúit. Halálos baleset történt Dunaföldvár és Bölcske között. Január 11-én szerdán egy pótkocsis traktor sofőrje közlekedett az 5111-es úton Bölcske irányából Dunaföldvár felé, amikor egy kereszteződésben balra akart kanyarodni. Mögötte érkezett egy motoros, ami a kanyarodó mezőgazdasági járműszerelvény két pótkocsia közé hajtott. A balesetet követően a motoros életért hosszú ideig küzdöttek, azonban a gyors orvosi segítség ellenére a helyszínen elhunyt. Összesen több mint 20 év börtönbüntetésre ítéltek 4 kábítószerkereskedőt Szekszárdon. A férfiak Hollandiából csempészték a drogot, csak hogy előbb Bonyhádon ketten közülük megbuktak. Ezt követően fogták el a két másik dílert is. Mérlegen a rengeteg drog, amit a rendőrök lefoglaltak Bonyhádon még 2020-ban. A kábítószer gyerekjátékok dobozaiból került elő. Néhány hónappal később, decemberben ugyanehhez az elkövetői körhöz kapcsolódóan újabb elfogások voltak, akkor Paks térségében. Kiderült, hogy a 4 kereskedő közül 2 közvetlen módon részt is vettek a kábítószer Hollandiából való becsempészésében. Azért buktak meg, mert az illegális anyagokat egy futárszolgálattal küldték haza. Menet közben viszont folyamatosan hívogatták a sofőrt, akinek az ügy gyanús lett, ezért belenézett a csomagba. Akkor vette észre, hogy rengeteg különféle drog van nála. Azonnal értesítette a rendőröket, akik végül az M6-os autópályán fogták el a két kereskedőt, csak hogy az egyikőjük menekülés közben elsodort egy egyenruhást, és több kocsit össze is tört. Az ügyben most született ítélet.
Az első rendű vádlottat halmazati büntetésre ítélte, mivel bűnösnek mondta ki társtettesként elkövetett kábítószerkereskedelem büntettében és bódult járművezetés büntettében is. Ezért a bíróság 6 év 6 hónap fegyházbüntetésre ítélte, 300 000 forint pénzbüntetés szabott ki vele szemben, 3,5 évre bevonta a jogosítványát és 7 év közügyektől eltiltásra is ítélte. Ez a vádlott találta ki, hogy a Rotterdamból csempészenek drogot. A szintén elítélt társa pedig kiutazott és átvette a szereket, valamint átadta a futárszolgálatnak azokat. Mivel ő már volt büntetve, ezért vele szemben a bíróság súlyosabb büntetést szabott ki, 8 év fegyházra ítélte őt, illetve 400 000 forint pénzbüntetést is kiszabott vele szemben, valamint eltiltotta a közügyek gyakorlásától is. Az ügynek két másik vádlottja is volt, ők mindketten 2 év 10 hónapra töltendő börtönbüntetést kaptak. Egy autós közlekedett kedden reggel Szekszárdon a Béri Balog Ádám utcában a Csatári utca irányába. A sofőr nem tartott megfelelő követési távolságot, ezért neki ütközött az előtte haladó kocsi hátuljának. Dombóváron az egyik nagyáruház parkolójából akart kihajtani egy autó. A sofőr az elsőbségadás kötelező jelzőtáblánál megállt, azonban rosszul mérte fel a védett úton haladó másik kocsi sebességét, és kikanyarodott elé. A balesetben senki nem sérült meg. A tavalyi év júniusában a rövid idő alatt lezúduló nagy mennyiségű csapadék jelentős károkat okozott Dombóváron a Szőlőhegyi Garai utcában, továbbá megrongálta a Nyerges tó árapasztóját. A Garai utca esetében megtörtént az ideiglenes helyreállítás, ezzel egy időben az önkormányzat pályázatot nyújtott be a belügyminisztériumhoz. Utóbbi 2022 év végén pozitív elbírálást kapott, így összesen 64 millió forint támogatásból valósulhat meg az útszakasz helyreállítása egy új betonút megépítésével, amely az évről évre előforduló jelentős károkkal járó zivatarok miatti elöntések végleges megoldását jelentheti. Továbbá a Nyerges tó árapasztója is helyreállításra kerülhet. Jelenleg a szükséges tervek és engedélyek beszerzésének előkészítése zajlik, a kivitelezés tervek szerint 2023 második felében valósulhat meg. A Farsanga vízkeresztől húshagyóked éjfélig a hamvazó szerdával kezdődő nagybőjtig, a húsvétot megelőző 40. napig tartó időszak elnevezése. Hagyományosan a vidám lakodalmak, bálok, mulatságok jellemzik. Magyarországon a 15. században terjedt el a szokás. Egész Európában ünneplik, van, ahol karneválnak nevezik. Hazánkban a 15. század környékén terjedt el. A farsangi időszak hossza minden évben más és más. Két egyházi ünnep, a vízkereszt és a húsvéti nagybőjt közé ékelődik, és azokhoz szorosan kötődik. Ennek megfelelően a kezdete mindig ugyanakkor, vízkeresztkor január 6-án van. Ezzel szemben az árunapja annak függvényében alakul, hogy a húsvéti nagybőt kezdetét jelentő hamvazószerda milyen dátumra esik. Azt írják le a középkortól kezdve már, hogy ebbe az időben annyit esznek, isznak, mintha egy 40 napos hajóútra tartalékolnának. Tehát ez minden, de ez Oroszországtól kezdve Nyugat-Európa bármelyik államára is érvényes volt, ez a nagy ünneplések és tobzódások. Tehát, ahogy említettem, ebben az időszakban mindent lehetett csinálni, ezért nem büntettek senkit. Még a másik az ugye, hogy a maskara, az állarc alatt csinálták, tehát nem is nagyon tudták, hogy ki az, aki elköveti ezeket a dolgokat. A farsangi népszokások ötféle elemet tartalmaznak, mondja a néprajzkutató. Az egyik tulajdonképpen a farsangi hiedelmeknek a szokás eleme, a másik a farsangi köszöntésnek az eleme, a harmadik a dramatikus népszokásoknak az eleme, a negyedik a táncoknak az eleme, a bulizás, ugye, az ötödik pedig a villáncsúfolás. A farsangi hiedelmek közé tartozott a termékenység varázslása. Tolna megyei szokások közé tartozott például a féri jóslás. Az asszonyok több csontot kitettek, amelyekhez társítottak egy-egy nevet. Amelyik csontot a kutya legelőször elvitte, a babona szerint az lett a jövendő férj neve. Regionális híreink következnek. Kormányzati támogatás a településeknek, Pécs több mint 1 milliárdot kapott. Számos kedvezményről kell nyilatkozni, évelején kell eljutatni a dokumentumokat a munkáltatóknak. Ittasan vezette robogóját Pécs belvárosában, akár 2 év szabadságvesztése is ítélhetik a férfit.
Több mint 1 milliárd, egészen pontosan 1 milliárd 43 millió forint többlet támogatást kapott Pécs a kormányzattól. Az összeg a megemelkedett rezsiköltségek fizetése mellett a közszolgáltatások fenntartását segíti. A miniszterelnökség egyeztetéseket folytatott azokkal az önkormányzatokkal, akik elfogadták a meghívásukat. Ezután osztották fel a 44 milliárdos alapot a települések között. Pécsen lehetne még többet a városra fordítani, ha a baloldali városvezetésnek ez fontos lenne, mondja a polgári oldal frakció vezetője. Támogatást kapott Pécs a kormánytól 2023 első hetében, azért, hogy biztosítani tudják a Baranyai megyeszékhelyen a közszolgáltatásokat a megemelkedett rezsiköltségek fizetése mellett is. A pécsi Fidesz frakció vezetője szerint az idei év nagyon nehéz lesz, ezért fontos ez a támogatás. Látszik, hogy sem a háború, sem a szankciók azok nem múlnak el a közeljövőben egy csapásra, tehát fel kell készülni az önkormányzatnak is, hogy a működésébe belekalkulálja ezeket az extra magas rezsiköltségeket. Tehát még egyszer mondom, ez egy nagyon fontos és egy biztos támpont, hogy a magyar állam más nagyvárosokhoz hasonlóan és kis településekhez hasonlóan is Pécsen az egyik legmagasabb, több mint 1 milliárd forintnyi támogatást nyújtott. A frakcióvezető felhívta arra a figyelmet, hogy több 100 milliót spórolhatna meg a baloldali városvezetés jelenleg is. Ezt a pénzt pedig az intézmények szolgáltatások fenntartására fordíthatná. Azért az úgy nem fog a végtelenségig működni, hogy a baloldal és Holtudvara az éves szinten több 100 millió forintjába kerül a pécsieknek, tehát ezek érinthetetlen tételek, mindeközben pedig majd a magyar állam az nyakló nélkül önti a város költségvetésébe a pénzt. Még egyszer mondom, egy nagyon rendkívüli év volt a tavalyi, az idei aztán még ennél is nehezebb nekik érkezik, ezért aztán nagyon fontos lenne, hogy a városvezetés is belássa, hogy kicsit visszább kéne fogni az agarakat, és saját magukon is el kéne húzni egy kicsit a nadrágszíjat. Erre már tett javaslatot Csizmadia Péter a közgyűlésben tavaly ősszel, de nem kapott támogatást a képviselőtestület többségétől. A most Pécsnek megítélt kormányzati támogatás annak a csomagnak a része, amelyben 138 városi és 17 kerületi önkormányzat közel 44 milliárd forint támogatást kapott a megnövekedett rezsiköltségeihez. A miniszterelnökség az önkormányzatokkal folytatott megbeszélések után döntött a támogatás mértékéről. Minden év elején nyilatkozni kell az adóelőleg meghatározásához kapcsolódóan. A részletekről a Baranya Vármegyei Adó és Vámigazgatóság sajtóreferense adott tájékoztatást. A munkáltató, illetve kifizető felé különböző kedvezményekről kell nyilatkozniuk az adózóknak, illetve meghatározott sorrendben érvényesíthetik azokat. Az idei évtől újdonságok is életbe léptek, melyek a családi kedvezményre és a 30 év alatti anyák kedvezményére vonatkozik. Az adóelőleg meghatározásához különböző nyilatkozatokat kell tenni a munkáltatók, illetve kifizetők felé. Az érintettek a figyelembe vehető költségek tekintetében nyilatkozhatnak többek között a 10%-os költséghányad levonásáról, a lakásbérbeadásából származó bevétel megállapításáról, vagy a belföldi és külföldi árufuvarozás költségeiről. Emellett a 25 év alatti fiatalok kedvezményéről, a családi, a személyi, az első házasok, illetve a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményéről is kell nyilatkozni. Az idei évtől újítások is életbe léptek, amelyek érintik a családi kedvezményt. A tartósan beteg gyermek, illetve fogyatékos személyre vonatkozóan kedvezmény növekedésről beszélhetünk. Ez azt jelenti, hogy akinek ilyen gyermeke van, annak a családi kedvezménye 66.670 forinttal növekedni fog, tehát az adó alapját pluszban ennyivel tudja csökkenteni. További újdonság a 30 év alatti anyák kedvezménye. Hogy ezt igénybe vehessék az érintettek, több feltételnek is meg kell felelni. Akkor jár a kedvezmény, ha a gyermek 2023-ban születik, vagy az örökbefogadás 2023-ban történik, vagy a várandóság 91. napját 2023-ban tölti be az édesanya.
Tehát ezeknek a feltételeknek meg kell felelni, és ahhoz kapcsolódóan kell nyilatkozni arról, hogy a kedvezményt szeretnék igénybe venni. Ennek a kedvezménynek az összege a 25 év alatti fiatalok kedvezmény összegével megegyezik, tehát 2023-ban az adóalapot havonta 499.952 forinttal lehet csökkenteni. Ezeket a nyilatkozatokat két példányban kell kitölteni, amit az adózók megtehetnek papíralapon vagy online. A kedvezmények igénybevétele pedig megadott sorrendben történik. Elsőként a 4 vagy több gyermekes édesanyák kedvezménye érvényesíthető, ezt követi a 25 év alatti fiatalok kedvezménye, majd a 30 év alatti édesanyák kedvezménye. Ezután érvényesíthető a személyi, az első házasok, végül pedig a családi kedvezmény. Akár 2 év szabadságvesztésre is ítélhetik azt a férfit, aki ellen ittas állapotban elkövetett járművezetés a vád. A férfire a rendőrök figyeltek fel, majd amikor őt igazoltatni akarták, motorjával menekülni kezdett. Pécs belvárosában a szűk utcákban próbált kitérni az egyenruhások elől, ám elesett, így a rendőrök elfogták. Később kiderült, ittas állapotban vezette a járművet, így a pécsi járási ügyészség vádat emelt ellene. Egy férfi közlekedik robogójával Pécs történelmi belvárosának kis utcáin. A sofőr hamarosan a bíróságra siethet, ugyanis a pécsi járási ügyészség ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt emelt vádat ellene. Az esetet egy rendőrautó fedélzeti kamerája rögzítette. A vádlott 2022. szeptember 11-én éjszaka vezette segédmotorkerékpárját Pécs belvárosában. A felvételeken jól látszik, ahogy a szűk utcánkban próbál menekülni az egyenruhások elől, a rendőrök azonban követni kezdték. Több közlekedési szabályszegést is elkövetett, felfigyeltek rá a közelben gépkocsival járőröző rendőrök, akik a vádlott után indultak, hogy igazoltassák. A férfi észlelte, hogy a rendőrök követik, ezért menekülni kezdett. A rendőrök a gépkocsival Pécs belvárosában követték a segédmotorkerékpárral cikázó vádlottat, aki végül úgy állt meg, hogy egy útpatkának neki ment a segédmotorkerékpárral, és elesett. A baleset következtében 8 napon belül gyógyuló sérülései keletkeztek. A videón látszik, ahogy a vádlott az egyik utcában neki megy a patkának, és elesik a motorral. A járműben 150 ezer forint kár keletkezett. Bár a férfi megpróbálta felállítani motorját és tovább menekülni, a rendőröknek azonban sikerült őt elkapniuk. Később kiderült, alkoholos befolyásoltság alatt vezette a segédmotort, a teszt ugyanis pozitív eredményt mutatott. A cselekmény ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségének megállapítására alkalmas, ami 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A többi között folytatnák a strandok felújítását és a régió idegenforgalmi fejlesztését a balatonparti települések. Emellett a fenntarthatóság és a klímavédelem is fontos számukra a 2027-ig tartó fejlesztési ciklusban. A Balaton Szövetség tagjai tavasszal bekapcsolódnak a Veszprém Európa Kulturális Fővárosa programsorozatba is. Zamárdi több kilométeres strandján még ilyenkor is sokan sétálgatnak. Itt is sok fejlesztés történt. Pontosan ez a célja a Magyar Turisztikai Ügynökség programjának. Azt szeretnék, ha 2030-ig valamennyi szabad strand megújulna az országban. A település polgármestere azt mondja, a turizmus szempontjából elengedhetetlen a strandok rendbetétele. Azt gondolom, hogy ma már minden szabad strandon fölmerülnek azok az igények, tegyük hozzá jogosan, amelyek olyan szintű szolgáltatásokat várnak el a szabad strandoktól is, mint a fizetős strandoktól. Tehát nekünk lépést kell tartani, hála Istennek az elmúlt időszakban minden évben megkapjuk az 5 csillagos minősítést a strandunkra, ugye, amit a Balaton Szövetség adományoz, és ez a legjobb minőségű strandoknak jár. Egy szabad strand esetében ezeket az elvárásokat, kihívásokat nagyon nehéz teljesíteni, de megpróbálunk lépést tartani. Egyre több turista választja úti céljának Fonyódot, hiszen a fejlesztések után a pihenő vendégek a legmodernebb nemzetközi elvárásoknak is megfelelő színvonalú szolgáltatást kapják a városban. A Balaton Szövetség számos programmal is meg szeretné tölteni a térséget. Vannak kiváló eredményeink, amiket folytatnunk kell, és tudjuk folytatni. Ezek például a Balaton Szalon tavaly első ízben sikerült újraéleszteni ezt a rendezvényt Balatonalmádiba. Idén folytatjuk a Veszprém Kulturális Főváros projekt kapcsán.
Ezen kívül nyilván ugye a kék hullámzászlónak a minősítése az megint a mi gyerekünk, és szeretnénk tovább folytatni, illetve az év balatoni háza, ami azt hivatott megmutatni mindegyik, hogy a Balaton igenis érték. Az elnök hozzátette. Mindent elkövetnek, hogy a fejlesztések zökkenőmentesek legyenek a Balatonparton, és a turisták igényeit mindenben ki tudják szolgálni. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna megyei híreinket, még egyszer röviden. Gazdasági kilátások 2023-ban, tovább emelkedik az infláció az első fél évben. Segítség a családoknak, a több generációs ingatlanokban lakók élhetnek a támogatással. 20 év börtön a dílereknek, Hollandiából csempészték a drogokat. Farsangi névszokások, vidám lakodalmak, bálok, mulatságok jellemezték ezt az időszakot. Csütörtökön kezdetben erősen felhős idő várható, majd nyugat felől fokozatosan válik egyre nagyobb területen napossá az idő. Délelőtt a felhős időszakban néhol előfordulhat kisebb eső, általában gyenge lesz a légmozgás. Éjszaka újból befelhősödik az ég, de legfeljebb csak elvétve fordulhat elő kevés eső. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!